Köszöntelek benneteket ismét. Nagyon sok témában kerestetek meg, úgyhogy mindegyikkel szeretnénk majd foglalkozni. Most az első, amire kitérnénk, az az, hogy a kézzel nevelt szelíd madarak elszemtelenednek, vagy fejünkre nőnek, ahogy ti fogalmaztatok. Erre térnék ki egy kicsit, hogy mi az a pár dolog, amire figyeljetek oda, és akkor könnyebb lesz az ő kezelésük. Mindenki ugye azt hiszi, hogy a kézzel nevelt szelíd madarak azok mindig ilyen kis cuki, édes, aranyosak lesznek, ha benhagyjuk őket egy hétig a kalitkába, akkor is vagy a röpdébe. Na hát ez most nem igaz. Ugye nagyon fontos, hogy a madarakat minden nap röptetjük, tehát ki kell őket engedni. Ha nem is röpülnek, de kint vannak, mászkálnak, nincs nekik az a zárt közek, akkor sokkal jobban fogják magukat érezni. Ami nagyon fontos, hogy a kézzel nevelt madarak egy idő után, főleg az ivarérettségük, előtt már elkezdik feszegetni a mi határainkat. Ugyanolyanok, mint a kisgyerekek. Tehát mit tudom én, felszállnak a szekrény teteire, és véletlenül sem akarnak akkor bemenni a kalitkába, amikor mi szeretnénk, hanem ők mindenfélét kitalálnak, csak hogy ezt elkerüljék. Nekünk kell a szemfülesnek lenni, meg az okosnak bármivel, amivel tudunk rájuk hatni, például jutifalat, bármi kis csemege, amit szeretnek, valami kedvenc játék, valami olyan eszköz, amire szívesen rálépnek, ráülnek, és akkor szépen be kell őket édesketni a helyükre. Ez nagyon fontos, hogy az első adandó alkalomnál már el kell kezdeni megcsinálni, mert hogyha hagyjuk, akkor bizony tényleg az az, hogy a fejünkre nőnek. Tehát, hogyha hagyjuk azt, hogy ők elszemtelenedjenek, és ők legyenek a főnökök, a vezérek, és nem fejezzük ki, mutatjuk ki nekik azt, hogy bizony mi vagyunk a főnökök, akkor ők ezt ki fogják használni. Nagyon-nagyon szenzitívek a madarak, nagyon-nagyon éreznek minket. Tehát ha mi bizonytalanok vagyunk, akkor ők azt ki fogják használni. Ha mi feszültek vagyunk, akkor ők is feszültek lesznek, esetlegesen támadnak, vagy olyan viselkedést fognak mutatni, ami számunkra esetleg picit ö, ijesztő vagy taszító lehet. De nem szabad megijedni, a lehetőleg fontosabb, hogy higgadjunk le, nyugodjunk meg. Ahogy mi megnyugszunk, finoman lágyon elkezdünk beszélni a madárhoz, nyugodj meg, minden rendben van

és szépen behelyezem a kalitkába. És ez neki nem stresszes, nem feszültség, hanem ő csak annyit érez az egész, hogy jaj, a gazdi, de cuki velem, de szeret engem, jaj, de jó dolgom van nekem. Tehát az a lényeg, hogy a madár ezt érezze. Jó? Tehát ne hagyjuk azt neki, hogy elhatalmasodjon a fejünk felett. Tudnia kell, hogy mi vagyunk a főnökök. Nem bántjuk a madarat, és itt megint kitérek egy olyan dologra, <coughs> amivel többen megkerestetek, hogy a kéz az sokszor ilyen fegyelmezési eszköz. Na ezt nem szabad ezt nagyon-nagyon kérlek benneteket, hogy kerüljétek el a kéz, az mindig csak a szeretet, a biztonság, a jutifalat, a nagyon-nagyon-nagyon jónak a szimbóluma lehet csak. Tehát soha ne ezzel fegyelmezzétek a madarat. Ha arról van szó, hogy szükséges, mondjuk nálam ugye rágták a fából készült karnist, vagy, vagy akarták rágni, meg a fából készült karikát a karnison, akkor én azért egy eszközt bevetettem, nagyon finoman, nem támadva, nem bántva őket, csak finoman odaérintettem, nem is ért a madárhoz, csak a karnishoz, hogy akkor picikén most menjünk arrébb, ezt nem szabad, ez gazdi nem szeretné, és ezt nem engedi neked. Ezt látok ugyanúgy bármilyen helyen, ahol olyat csinálnak, <coughs> olyan helyre mennek, ahova nem szabad, akkor azt jelezni kell nekik valamilyen finom módszerrel, de eszközzel, és soha nem a kezünkkel. Bármennyire cuki szelíd és aranyos volt eddig a madarunk, hogyha a kezünket használjuk, akkor onnastól kezdve a kezünket támadni fogja, úgyhogy ezt kerüljétek el, légy szíves. Ami még nagyon fontos, hogy mindig egy adott helységben legyen a madár kiengedve. Nem szabad, hogy az egész lakás az övé legyen. Ez nagyon-nagyon nagy hiba onnastól kezdve, hogy övé az egész lakás, egy idő után tényleg nagyon el fog szemtelenedni, és nem fogjátok tudni kontrollálni. Főleg mondom, ahogy jön ez az ivarérési időszak, onnastól kezdve tiszta káosz lesz. És kezelhetetlenné fog válni a madár, mert az lesz, amit ő mond. Ő felmegy egy olyan magas pontra, amit te nem érsz el. Ő ezzel tisztában van, és ezt ki is fogja használni. Ne adjuk meg neki ezt a lehetőséget, hanem menjünk a dolgok elé. Tehát egy helységben van kiengedve a madár, hát ott érdemes célszerűen, ahol éppen van a kalitkája. Ajtó ablak zárva, és csak ott lehet ő. És csak, ami másik nagyon fontos szabály, felügyelet mellett. Te mindig legyél ott a madárral, amikor ki van engedve. Ugye erről már beszéltem egy videómban, hogy miért fontos, de elmondom még egyszer a, gyorsan, tehát egyrészt megehet olyan dolgokat, ami mérgező számára. Lehet ez növény, lehet ez esetleg tárgy, egy tárgy, ami lakozva, festve van, vagy bármi olyan anyaggal van bevonva, vagy olyan anyagból van, ami számára mérgező és veszélyes. Tehát ez az egyik, amire nagyon figyeljünk oda. A másik pedig hallottam már olyan sztorit is, hogy beleesett a papagáj a vázába, és nem vették észre, és három nap múlva találták meg, hát akkor már nyilván nem élt. Tehát, hogy beesett vázába, szekrény mögé, bárhova beszorulhat. Ezeket nagyon-nagyon fontos elkerülni. Ezért kell mindig ott lenni. Beesett lépcső mögé, alá bármi, könyv mögé beszorulhat, mert bement, mert kíváncsi, bármi előfordulhat. Tehát erre mindig legyünk felkészülve, hogy olyanok, mint a gyerekek. Tehát nekünk oda kell rájuk figyelni, és felelősséggel tartozunk érte. Tehát nagyon fontos, hogy mindig egy adott időben legyenek kiengedve, legyen rendszeresség, legyen napi rend, ugyanúgy, mint a gyerekeknél, mert ettől érzik magukat biztonságba, ettől lesznek nyugodtak, és ettől lesznek kezesek. Ehhez még az is kell, hogy te is nyugodt legyél, és te is kedves legyél, és akkor a madárkát szépen jönni fog az ujjadra. Hát sok sikert kívánok nektek! Sziasztok!